Thank you.
mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki teremtette az egeket és a földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket a reformáció Isten tiszteletén. Az Isten tisztelet úrvacsorai közösséggel történik, úgyhogy mindenkit szeretettel hívunk és várunk az Úr asztalához az Isten tisztelet második felében. Az első énekünk a mai ünnepi Isten tiszteleten a 43. ének lesz. A 43. éneknek énekeljük az első és a második verseit. Ó seregeknek, Istenem, mi kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Testvérek, az olvasmány a Máté evangéliumából a 14. fejezetben van megírva, a 22. verstől kezdődően. Jézus ezután nyomban kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsájtotta a sokaságot, felment egy hegyre, és magányosan imádkozott. Amikor pedig beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg,
hogy menjek oda hozzád a vizeken. Mire ő így szólt, jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő szent igéit, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, hogy ő benne is, ő általa sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, dicsérjük az Istent a reformáció énekével, lévén, hogy reformációi Isten tiszteletünk van, a 316. énekünk. Erős várunk nékünk az Isten, Luther Márton éneke, mind a négy verset énekeljük, erős várunk nékünk az Isten, és fegyverünk ellenség ellen. Yo
gyertek testvérek, ülve maradva a fejünket meghajtva, imádkozzunk. Mindenható Isten, milyen jó tudni nekünk azt, hogy erős várunk vagy nékünk. Milyen jó tudni nekünk azt, hogy a te hatalmadat nem dönti meg semmi. És köszönjük, hogy mi hozzád, mint erős várhoz menekülhetünk. A reformáció emlék Isten tiszteletén menekülünk hozzád, mint erős várhoz, hogy oltass bennünket gyengeségeink, tévelygéseink vagy félelmeink közepette. Hadd, hogy semmi el ne tudjon téríteni tőled. És alázattal és bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy sokszor máshol, másnál kerestünk menedéket, és nem nálad. De köszönjük, hogy te ma is, most is üzened, hogy visszafogadsz bennünket, és hozzád tartozhatunk, mert te annyira szerettél minket, hogy egy szült fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad mi érettünk. Áld meg a mai Isten tiszteleten is az ige hirdetését és annak hallgatását. Add, hogy a gyarló emberi szavak hordozzák az örökkévaló üzenetet. És most is azt kérjük tőled, hogy kapcsolj össze bennünket mindazokkal, akik te benned és a mi Úrunk Jézus Krisztusban gyülekeznek ma. Hogy egy közösség legyenek az Anya Szent Egyház közössége, a megváltottak közössége. Kapcsolj bele ebbe a nagy közösségbe, és add, hogy a mi Isten tiszteletünk valóban benned, a te színed előtt, és egymással közösségben történhessen. Krisztus Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, áld meg úrvacsora vételünket, közösségünket. Amen. Testvérek, az igére készülve a 134. énekünk következik. A 134. énekünk nagyon szép, rövid hitvalló ének. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre, Jézus érdemét ruházd áldott híveidre. Az ige olvasó, ige hirdetői kalendárium már a 46. Zsoltárt jelölte ki. Istennek igéje a 46. Zsoltárból szól hozzánk a következő képpen. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborukat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten.
és magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Félelem és félelem nélküliség. Erről szól a 46. Zsoltár. De erről szól a mi életünk is. Hiszen ki az, aki ne ismerné a félelmet? Ki az, aki ne ismerné a szorongásnak az állapotát? Az ismert és népszerű kanadai pszichológus és filozófus Jordan Peterson mondja, hogy igazából az lenne a furcsa, és az a kiemelkedő állapot, amikor az ember megszabadul a félelemtől. Hiszen mondja Peterson, minden okunk megvan arra, hogy féljünk. Hiszen egy mulandó világban élünk, egy olyan világban, melynek hatalmai átnyúlnak a fejünk fölött, és végső sorsunk tulajdonképpen a halál és a megsemmisülés. Éppen ezért azt mondja Peterson, hogy a legtermészetesebb dolog, ha az ember fél, vagy ha az ember szorong. Más szóval emberfeletti erőfeszítést kíván meg sokszor az, hogy ne féljünk. És erről beszél a 46. Zsoltár, a mai ige, és elmondja, hogy hogyan lehet, hogyan kell szembenézni a félelemmel, a szorongással, a nyomorúsággal. Nem véletlen, természetesen, hogy azt énekeltük, hogy erős várunk nékünk az Isten. Hiszen a 46. Zsoltár is erről szól, és Luther Márton gyönyörű szép éneke, a reformáció himnusza is ezt mondja. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Isten, ami oltalmunk, és Isten, ami reménységünk, erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Együtt, egy mondatban, Isten, mint oltalmazó és mint erő, és az ember nyomorúsága. Nem beszél, nem ígér olyasmit a Szentírás, hogy nincs részünk nyomorúságban. Úgy, ahogy az előbb megállapítottuk és idéztük napjaink egyik nagy gondolkodóját, igenis részünk van a nyomorúságból. Igenis emberi voltunknak természetes velejárója a szorongás, a félelem, és igenis ezzel szembe kell nézni. Jordan Peterson is mondja, hogy egy megoldás van, hogyha az ember szembenéz a félelmeivel, ha nem bújik az ujja mögé, és szembenézve a félelmekkel feldolgozza őket, elfogadja őket, és ha ehhez még hozzá lehet tenni a hitnek az ajándékát, hogy Isten velünk van, és megmenekít, megment bennünket a nyomorúságból, akkor ezeket a félelmeket el lehet hordozni. Nem lehet letenni, nem lehet azt mondani, hogy nincsenek, de el lehet
hordozni. A világ egyik, ha talán nem a legpesszimistább filozófusa volt a 20. században élő Émile Chorin. Ez egy román ember volt, aki egyébként francia nyelven írt. És ő volt a pesszimizmusnak a filozófusa. De az írásaiban nagyon jól kezeli a szorongás és a félelem kérdését. Nincsenek lefordítva magyarra a művei, ezért angolul lehet őket olvasni. Az egyik alapműve, és most nézzétek el, hogy az angol címet idézem, mert nem olyan egyszerű lefordítani egy ilyen címet. The Trouble with Being Born. Azaz nyers fordításban megszületve lenni gondot jelent, vagy az ezzel kapcsolatos gondok. Ebben a művében során beszél arról, hogy a szorongás, a félelem, az teljesen természetes. Nincs rá ok, külön kiváltó ok. Önmagától létezik. Önmagát találja ki a lelkünkben, és önmagát provokálja, és önmagát erősíti. Egyetlen lehetőségünk van, mondja Chorin, tudni róla, és barátként üdvözölni. És tudni arról, hogy ez a bennünk lévő egzisztenciális szorongás, az emberségből fakadó szorongás a legrosszabbnak a fanatikusa, azaz mindig a legrosszabbat keresi mindenben. Ezért soha nincs igaza, mert soha nem a lehető legrosszabb dolgok következnek be, az csak a mi fejünkben van. És milyen igaza van? Mi hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a lehető legrosszabb dolgok következnek be. Nézem a televízióban időnként, ráveszem magam csak azért, hogy képben legyek, milyen képzavar nézi az ember a televíziót, hogy képben legyen. Szóval nézem, és látom a félelemnek a felkent prófétáit. Akik azt hirdetik, hogy mindig a legrosszabb dolgok következnek be. És olyan és amolyan, hogy a háború az nem fog befejeződni, hogy a gonosz vagy az erőszak fog diadalmaskodni. Ez nincs így, ez nem igaz. Erre mondja Chorin, hogy a bennünk levő szorongás az a legrosszabbnak, a rossznak, a legrosszabb történésnek a fanatikusa. Annak szurkol, azt bátorítja. És nekünk erről tudni kell. Én annyi szorongó embert látok most, mint talán soha. Szorongó keresztényeket, akik szoronganak, és nem látják a kiutat, nem látják a megoldást. Akik úgy gondolják, hogy esély sincs a győzelemre. Akik úgy gondolják, hogy biztos, eldöntött tény, hogy a világ sötét erői fognak győzedelmeskedni. Ez nincs így. Ez nincs így, és mondja nekünk a 46. Zsoltár, mi akkor sem félünk, ha megindul a föld,
ha hegyek omlanak a tengerbe, és háborognak és tajtékoznak a vizei, és ha tombolással megrendülnek a hegyek is. Mert népek háborognak, országok inognak meg, ha az Úr mennydörög. De gyertek és nézzétek meg, mi bámulatos dolgokat tesz az Úr a földön. És jön a felsorolás, és gyönyörű szép vigasztalás éppen most abban a történelmi helyzetben, amelyikben vagyunk. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségen. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségen. Olyan érdekes, ezt már mondtam nektek egy pár héttel ezelőtt is, olyan többenetes, az, amit a világ ma e tekintetben produkál. Ilyeneket lehet olvasni, hogy minél több fegyvert kell gyártani, annál inkább közelebb kerülünk a békéhez. Minél kiterjedtebb a háború, annál nagyobb lesz a béke. Tényleg? Szerintem nem, és a történelmi tapasztalat sem ezt mondja. Még fegyverekkel igazán békét nem lehetett tenni. És kérdem én, nekünk kis embereknek, egyszerű, hétköznapi embereknek, van-e ebben dolgunk, és van-e ehhez közünk? Én szerintem van. És nagyon egyszerű. Mindig kérik politikusaink, választott politikusaink, vagy ilyen-olyan módon hatalomba jutott politikusaink, mindig kérik, hogy támogassuk őket. Most is választások lesznek Viktóriában. Nézzétek meg, hogy a jelöltek mögött álló pártok mit támogatnak? Az erőszakot, a háborút, a te kizsákmányolásodat, a világ tönkretételét, és annak megfelelően húzzatok majd egy X-et, mert valamennyi hatalmunk nekünk is van. És mondjátok el, hogy ti az Úrban hisztek, abban az Úrban, abban az Istenben, aki békét tesz a földön, aki háborúkat szüntet meg, aki íjat tör össze, aki lándzsát tördel szét, aki harci kocsikat éget el. Ti ennek az Istennek vagytok a követei. Szóval ne féljetek, nem kell félni, szembe kell nézni a félelmekkel, és úgy le lehet őket győzni. És tudjatok mindig arról, hogy szorongásaitok közepette is, tudjatok mindig arról, hogy a végső szó az nem a világé, nem a világban megnyilvánuló, látható és láthatatlan erőké, hanem a végső szó az Istené. Mondja a Zsoltárok könyve 46. fejezete, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Reformáció emlék ünnepéjén mi mást mondhatnék, mint azt, hogy tudjátok meg, jusson eszetekbe újra, ne felejtsétek el, hogy kicsoda az Isten. És ha valóban az örökkévaló az Isten számotokra, akkor ebből következik, egyenesen következik, hogy nem rettegtek egész életetekben. És következik az is, hogy szabadok lesztek.
Luther Márton mondja a Wormsi országgyűlésen 1521-ben a híres mondatot, melyet minden reformációi emlékisten tiszteleten röviden szoktunk idézni. Hadd mondjam el nektek, hogy ez a mondat a keresztény ember szabadságának a legszebb és a legmagasztosabb megfogalmazása. Mitől lesz szabad az az ember, aki az Istenbe hisz? Így szól Luther Márton a Wormsi országgyűlésen. Ha csak meg nem győznek engem a Szentírás bizonyságaival, vagy világos okokkal, kötve vagyok a Szentírásban általam idézett igéiben, és az Isten igéjébe vetett bizalmamban. És visszavonni sem tudok, de nem is akarok semmit, mert sem nem bátorságos, sem nem tanácsos dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Az Istenben bízó ember szabadsága. Aki azt mondja, hogy a lelkiismeretemre hallgatok. És nem tanácsos dolog a lelkiismeretem ellen cselekedni. Nem tehetem meg, mondja Luther Márton. Hát így kell élni ezzel a szabadsággal. Nem félni, és a lelkiismeret ellen, a belső meggyőződés ellen soha nem cselekedni. És akkor az ember megmenekül a félelmeinek csapdájából, és megmaradhat szabadnak, még akkor is, hogyha a világ rabszolgává akarja tenni. Így legyen. Ámen. Testvérek, ma nincs válaszoló ének. Lévén, hogy úrvacsorás istentiszteletünk van, úgyhogy a 342. énekkel készülünk az úrvacsorához. A 342. énekünk a következőképpen kezdődik. Örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit, és elénekeljük ennek a szép éneknek mind a négy versét, mi megterítjük az úrasztalát, illetve kiterítjük az úrasztalát pontosabban. Örülj szívem, vígagy lelkem. Thank you.
Testvérek, a reformáció alkalmából megterítettük az Úr szent asztalát. Arra kérlek benneteket, hogy imádságos lélekkel vegyetek részt az úri szent vacsorában. Azok is, akik nem veszitek a szent jegyeket magatokhoz, maradjatok az istentiszteleti közösségben, és várjátok meg az úri szent vacsorának a végét, és várjátok meg az áldást is, a hirdetések is, és a gyász megemlékezések is az úrvacsora vétel után lesznek. Kedves testvérek, most pedig halljátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, megírta ezt a három első evangélista, de a legteljesebb módon Pál apostol a korintus beliekhez írott első levélben a 11. részben a következőképpen. Kérem, álljunk fel a szereztetés igéhez. Mert én az Úrtól vettem, amit előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálánkat adván, megtörte és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ámen. Foglaljunk helyet. Hallottuk, kedves testvéreim, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus az úri szent vacsorát, és tudjuk, hogy milyen nagy tisztességgel kell ezt a szent vacsorát az Anya Szent Egyháznak kiszolgáltatni az idők végezetéig. Éppen ezért kérünk titeket, hogy bűnbánattal közelítsetek az úri szent asztalhoz. Szálljatok magatokba, és próbáljátok meg a szíveteket, hogy van-e benne igazi bűnbánat, és Jézus Krisztusba vetett erős hit. Igaz, hogy míg e földi testben járunk, a mi hitünk és kegyességünk sohasem lehet tökéletes. De ha megbánjuk a bűneinket, ha elsiratjuk a mi nyomorúságainkat, ha teljes szívből Isten törvényei szerint kívánunk élni, akkor bízhatunk abban, hogy ő az asztalához bocsájt bennünket. Testvérek, Calvin János, a nagy reformátor mondotta, hogy a sákramentum az lelki betegeknek, bűnösöknek szánt orvosság. Úgy jártak ide, mint akik megvalljátok emberi tévedéseiteket, bűneiteket és hiteteket. És kéritek a mindenható Istent, hogy erősítsen meg benneteket. A kenyér és a bor szent jegyei táplálják testünket és táplálják hitünket. Táplálják azt az elhatározást, hogy mi az Úr Jézus Krisztushoz akarunk tartozni. Éppen ezért, kedves testvéreim, kérlek és intelek benneteket, hogy ezzel a két érzéssel, gondolattal, lelki megtapasztalással gyertek ide, hogy vegyétek az Úr bűnbocsánatának pecsétét és az ő ígéreteinek zálogát. Testvérek, vizsgáljuk meg most lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben vétkeinket, kérjük Istent, hogy bocsássa meg őket. Csendben imádkozzunk. Gyertek testvérek, fennállva mondjuk el a rövid bűnvalló imádságot, és utána pedig az apostoli hitvallást. Urunk, irgalmazz, Urunk, bocsáss meg nekünk. Urunk, részeltess a te kegyelmed ajándékaiban. Ámen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva az egyetemes keresztény Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben,
Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hitvallástételünk alapján egyházunk gyakorlatához hűen kérdezlek benneteket, és arra kérlek, hogy válaszoljatok igaz meggyőződésetek szerint. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben, ártatlanságban teremtett első ember esete, bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült és szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsájtotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és bennünket ingyen kegyelemből megváltott, bűneinket ő érette megbocsájtva. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? És azt kérdezem harmadszor, hogy hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából élteteket, az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Testvérek, én is mindezeket veletek együtt hiszem, és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan szolgája, hirdetem nektek a bűnök bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fia érdeméért. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, akik odahaza a közvetítésben kapcsolódtatok bele az Isten tiszteletbe, készítsétek el ti is a kenyeret és a bort, és ahogy megkezdjük az úrvacsora vételt, úgy vegyétek magatokhoz először a kenyeret, utána pedig a bort, hogy együtt tudjunk úrvacsorát venni. Az úri szent vacsora vétele alatt a szokásos úrvacsorai éneket énekeljük, a 345-öt, megterítve áll előttünk a szeretet asztala. Kérlek benneteket, hogy lelkesen énekeljétek, segítsetek nekünk, nekem, legyetek a kántorai a gyülekezetnek. Az úrvacsora a szokott rendben, tehát padsoronként történjen. Azt kérem, hogy akkor innen az első padsortól kezdve jöjjenek a testvérek úrvacsorát venni, és akkor így megyünk hátra, ott meg megfordul a sorrend, és jövünk előre. Kérem akkor a két presbitert, gondokot, hogy jöjjenek, segítsenek nekem. Mindenki saját lelkiismerete is legjobb meggyőződése szerint használja a kelyhet, illetve a kis poharakat. Aki kis pohárral szeretne vásárolni, az vásárolni, úrvacsorát venni, az Sándorhoz menjen, a nagy pohárral, a kehellyel pedig a gondnok Ibolya áll, úgyhogy nála lehet úrvacsorát venni a kehelyből, tehát a nagy pohárból. A kenyeret pedig természetesen én osztom majd. Úgyhogy énekeljük az úrvacsora éneket, megterítve áll előttünk a szeretet asztalon. Amen.
A poháram az Új Testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele a reformátorok, a mi hitvalló őseink, és így élhettünk vele Isten kegyelméből ma mi is. Mielőtt azonban elbocsájtanánk titeket, kérünk és intünk mindenkit, hogy Istennek nagy kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek, ne uralkodjék többé bennetek a gonosz és a bűn, és ha egymás ellen valamilyen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, miképpen a mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus is megbocsájtott minékünk. Gyertek testvérek, együtt és fennállva mondjuk el a hálaadó imádságot. Mennyei édesatyánk, a Szent Vacsora sákramentumában a te bűnbocsánatodnak jegyét és zálogát adtad minékünk. Mit adhatnánk mi te néked a te jó téteményeidért? Hirdetjük egész életünkben a te kegyelmed gazdagságát, amely által minket gyermekeiddé fogadtál, és a te örökségedbe elválasztottál. Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket tenéket szentelni, ez lesz az életünk öröme. Fogadd el, Urunk, hálánkat, és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit a szent alkalommal megfogadtunk neked, azt be is tudjuk teljesíteni. Legyünk hűek te hozzád, mint halálig. Taníts minket akaratodnak cselekvésére, szent lelked szüljön minket újjá, hogy mától fogva éljünk a Krisztus Jézusba vetett hitben, aki szeretett minket és önmagát adta mi érettünk. Szentelj meg minket tökéletesen, tartsd meg testünket és lelkünket épségben, fedhetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek veled a mi atyánkkal, és a szent lélekkel a mi vigasztalunkkal együtt. Legyen örökké való hála és dicsőség. Ámen. Testvérek, gyertek mondjuk el együtt közösen, hangosan az Úr Jézus imáját. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Testvérek, hirdetések és megemlékezések. Kezdjük a megemlékezésekkel. Amint hirdettem nektek, szeretett testvérünk, presbitertársunk és szolgatársunk, Ince Dezső, odahaza Székelyföldön, Marosvásárhelyen visszaadta az ő lelkét a teremtőjének. Velünk van most Ibolya, az ő kedves felesége, fia Sanyi, illetve Sándor és az ő felesége. Kívánunk nektek sok-sok vigasztalást, kérünk nektek, helyesebben fogalmazva, sok-sok vigasztalást, és ma megbeszéljük a családdal, hogy mikor lesz Ince Dezső testvérünknek a
búcsúztatása innen a templomból, és majd ezt hirdetni fogjuk nektek, és megfelelő időben akkor majd tudomást szereztek róla. Isten adjon vigasztalást Ibolyának, Sándornak, kedves feleségének és az egész családnak, mindenkinek, aki gyászolja őt, odahaza Erdélyben és itt Ausztráliában is. Hirdetem azt, hogy az Isten tisztelet után helyezzük be majd a falba a Nemes Katalin testvérünk hamvait, aki ismerte és szerette őt, az vegyen részt ezen a rövid kis urna elhelyezésen, illetve aki otthon imádkozik érte, imádkozzon velünk az ő lelkéért és a gyászolók megvigasztalásáért. Hirdetem, hogy Gombán 2022. október 26-án 74 éves korában, rövid betegség után elhunyt Kalla Sándorné, született Sáránszki Margit testvérünk. Gyászolják Ausztráliában az ő unokahúga, Pór Erzsébet és az ő családja. Adjon Isten vigasztalást a Pór családnak, és adjon vigasztalást mindenkinek, aki odahaza Kalla Sándornét gyászolja. Erősítse meg őket a feltámadás hitében a mindenható Isten. Kedves testvérek, a megemlékezések után a gyülekezeti életre vonatkozó hirdetések. Ma nincsen ebéd, de lehet kávézni, lehet beszélgetni az Isten tisztelet után a Bocskai teremben. Hirdetem azt, hogy december 9-én, tudom, hogy ez még messze van, de most már hirdetni kell. Ez egy pénteki nap, ha valaki gondolkodik, csodálkozik. December 9-én este 7 óra 30 perctől egy nagyon szép, nagyon igényes adventi koncertet tartunk. A vendégművészek V. Molnár Judit énekesnő és az ő élettársa, aki hegedűművész, ők fognak adni egy nagyon szép adventi koncertet, tehát adventi koncert december 9-én, pénteken este 7 óra 30 perctől. Az adventi koncert után pedig szeretett vendégség is lesz a Bocskai teremben. Az adventi koncertre a belépés az ingyenes. Természetesen adományokat, adakozást elfogadunk, hiszen nem kell mondanom nektek, hogy egy igényes koncertnek a megrendezése, megszervezése igen sokba kerül. De ez nem számít. Az lenne a lényeg, hogy mi magyar reformátusok, magyar keresztények, magyar katolikusok, evangélikusok, akik itt élünk Melbourneben, egy színvonalas estén tudjunk részt venni. Hogy halljuk azokat a szép, áldott karácsonyi énekeket, a klasszikusokat és újabbakat olyan tolmácsolásban, amilyent megérdemlünk, mert igényes emberek vagyunk. Hogy legyetek annyira igényesek önmagatokkal szemben, hogy gyertek el, vegyetek részt ezen a koncerten, biztos, hogy szép lesz, biztos, hogy jó lesz. Tehát írjátok be a kalendáriumba, december 9-én pénteken este egy gyönyörű szép adventi koncert V. Molnár Judit operaénekesnővel, és őt fogja majd kísérni az ő élettársa hegedűn. Igényes, színvonalas, klasszikus koncert lesz, gyertek el! Ma van, illetve hát most lesz a közelebbről a halottak napja, nem ma van, hanem a Mindenszentek napja következik. Mindenki emlékezzen az ő halottaira azzal a meggyőződéssel Mindenszentek napján és halottak napján, hogy a halottaink élnek és az örökké valóságban. Azzal az Úrral vannak együtt, aki megbocsájtotta a bűneiket, tévedéseiket, és hitünk szerint megadta nekik az igazság koronáját. Így emlékezzünk, és így emlékezzünk minden elhunyt testvérünkre a halottak napja közelettével. Hirdetem azt is, hogy a gyülekezet közgyűlése november 27-én lesz, ez november utolsó vasárnapja. A gyülekezet közgyűlése november 27-én, november utolsó vasárnapján. Azt hiszem, hogy elmondtam minden hirdetést, ha nem, akkor szóljatok, lehet integetni nekem, gyakran felejtek, de szerintem most egész jó voltam, mert leírtam őket.
Úgy szokták mondani, hogy akinek nincs esze, legyen no tesze. Valóban így van, le kell írni a dolgokat. Jövő vasárnap pedig lesz ebéd, tehát ha valaki jövő vasárnap jön és szeretne ebédelni, akkor... Jézus Krisztusnak a kegyelme legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.